Jó reggelt! Sziasztok! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! És nem tudom, miért suttog. Na, remélem, hogy majd megérkeztek. Remélem, hogy ez az 5 nap, ugye ma érünk a végére, ez így tisztább képeket adott nektek amúgy, hogy milyen fasza is rock'n'roll, hogyha kaptok bárst, vagy akár adtok bárst, és hogy mennyire többet teremt az, hogyha tényleg így választjuk ezt a kezelést. És pont tegnap akartam felmondani ilyen kis egyperces videókat így Instagramra, meg Facebookra, és így nagyon nehezen ment 1 percben összefoglalni a bárst, és a végén már meghatódva mondtam tényleg, mert hogy így inkább energetikailag van meg ez az egész szerintem, hogy energia. És tudom, hogy amikor tudom, hogy akik például elkezdenek bárszal foglalkozni, és a hitetleneket meg kell győzni arról, hogy kapjanak egy kezelést, akkor milyen nehéz amúgy erről a bárcról beszélni, mert hogy ez se nem fejfogdosás, se nem fejmasszázs, se nem tudom, és ugye minden embernek van egy koncepciója, egy prekoncepciója, egy kikövetkeztetés, hogyha te azt mondod, hogy energetikai kezelés, akkor rögtön arra gondol, hogy ez olyan spirkócúc, ez valamilyen, nem tudom, akár olyan, mint a Reiki, vagy a Pránanadi, vagy ki tudja, milyen tapasztalása van korábbról, és így próbáljuk az elménkkel kötni a dolgot valami információhoz, valami ismert dologhoz, és így mint a póknak a keze így megy ki, hogy keresse az agyunkban, vagy az életünkben az olyan eseményeket, az olyan történéseket, az olyan hasonló érzeteket, amihez a te elmondásod alapján köthetjük, és elképzelhetjük, hogy milyen ez a, amikor kapsz egy bárst, vagy adsz egy bárst. És tapasztalhatjátok azt, hogy valaki tök nyitott, valaki magától jön, és tapasztalhatjátok azt, hogy találkoztok olyanokkal, akik meg így olyanok, mint én, amikor először voltam, vagy egy ilyen hitetlenek, vagy ilyen, nem tudom, és nem kell őket meggyőzni, de hogy nem kell a bárst mindenkinek használnia, főleg akkor nem, hanem magától választja. Tehát, ha neked most itt az 5 nap elmondásaim alapján az az érzésed, hogy fú, ez tök jó lenne a kollégádnak, a férjednek, a nem tudom kinek. Igen, de választás van. Adhatsz ilyet ajándékba, de azért jó az, hogyha a másik ember tisztában van vele, mert emlékezz vissza, amikor téged elhívtak egy ilyen beszélgetés, hogy gyere el egy kóstolóra, és kiderült, hogy becsöppentél egy ilyen multilevel marketinges előadásba, utána 6-an körülvettek, és mindenki el akarta adni neked, hogy na, ugye milyen jó, ugye csatlakozol, te is ezt érezted, hogy ne, hogy így ellenálltál, mert kellemetlenül érintett, hogy tök másra számítottál, mint amit, tehát, hogy nem tudtál róla, hogy mire számíts, és ezért ellen kell állnod annak, amit kapsz valójában. Ezért csodálatos ajándék, de jó az, hogyha a másik ember tisztában van vele, hogy mi ez, és amúgy ő is választaná. Azért kezdtem el ezt a spirituális izé-hozé dolgot mondani, mert hogy nagyon sokszor ugye a pénz, az üzlet és a jövő a mostani témánk, a mai, bocsássatok, hogy fogtasom a fejem, mert ma szempillámra rálgott egy haj, és így mindjárt ilyen Jack Sparrow leszek, nem szedem le, és ugye, ha kimondom azt a szót, hogy pénz, akkor melyik hány embernek közületek van egy hatalmas tér, ahol hátradől, ahol a könnyedség kapcsol be, ahol nincsenek ítéletei előre, hogy mit kell érte csinálni, mennyi lehet, mennyin van, hány órabér van, az órabér után mennyi adó van, tehát, hogy mindenkiben van valami, amit a tapasztalatai alapján ugye az elme próbál kötni valamihez. Próbálj azt az érzést behozni beléd, próbál téged nem parlagon hagyni, úgymond a szabad, teres választásban, hanem
kontrolláltan tartani, és információhegyeket az agyadba bekapcsolni, amik emlékeztetnek téged a pénztelenségre, vagy a pénzelteliségre, vagy az mi, hogy milyen a fogalma a sikernek, milyen a fogalma annak, amikor te neked jól megy az üzlet, milyen, hogy néz az ki, keresi hozzá a mintákat, akár a Facebookról, az Instagramról, hogy akkor mondhatod azt magadról, hogy sikeres vagy, hogyha kiraktál egy eseményt, és arra azonnal 50 hely legalább elkelt, tök mindegy, hogy 5 millió forintba kerül, vagy 5000 forintba, és hogyha nagyon sok követőd van, nagyon sokat lájkolsz, tehát, hogy nagyon sok lájkod van, és akkor ilyen információkkal van tele az agyad, és ebből nem látsz ki. És ilyen információkkal van tele az üzletről, a pénzről, a jövőről, hogy mit tehetek meg, mit nem tehetek meg. Amíg ráadásul alkalmazásban dolgozol, akkor meg még, hogy mikor kaphatok szabadságot, mikor nem kaphatok. És hogy ez a rengeteg cucc elfoglalja a teret, kitölti a teret. És nagyon ügyesen manipulálnak minket, amúgy akinek van tévéje, nekem nincs tévém, ezért én le vagyok maradva általában szerencsére az információkkal, de úgyis még ami fontos, az eljut hozzám is. De hogy amíg tévét is nézel, akkor még teletömik a hírekkel a lelki világodat, hogy féljél elutazni. Amikor elutaztam egyedül Mexikóba, annyi ember írt nekem, hogy Úristen, nem félsz, hogy kirabolják a vesét? Dehogy is! Itt olyan jó arcok vannak. Jó, hozzá is kell tenni, hogy én nem néztem ilyen híreket, hogy kirabolják a vesém, vagy nem rabolják ki. De hozzáteszem, hogy nem rabolták ki a vesém. És hogy olyan jó arcok vannak. És az, hogy 10 évvel ezelőtt valakit lelőttek Tulumba, hát ó, oké, 10 évről beszélünk, és a mai napig úgy emlegetik az emberek, mint a tegnap történt volna. És hogy nézd meg azt, hogy te mit emlegetsz az életedbe úgy, referenciapontként, mintha tegnap lett volna, pedig már nagyon régi sztori, akár a pénzzel kapcsolatban, akár az üzlettel, akár a jövőddel kapcsolatban, hol és hány éves vagy akkor, amikor azt érzed, ki vagy akkor, amikor azt a sztorit mondod, egyáltalán a te sztorid az, vagy a mamától hallottad, neked igaz egyáltalán ez az egész? Ha te önmagad lennél, mit tennél? Ha önmagad lennél, hol lennél? Ha önmagad lennél, mit csinálnál? És az önmagad lennél, nyilván most is valamilyen szinten önmagad vagy, de ha például is, bocsi, hogy itt bekeverek más témát, de én is, ugye nem olyan rég derült ki, hogy parentifikált vagyok, és aki például így éli az életét, hogy folyton azon dolgozik, hogy megfelelhessen, folyton úgy helyezkedik, hogy a biztonság, mert ez egy létbiztonságnak érzi, hogy folyamatosan a létbiztonságért helyezkedsz, úgy viselkedsz, vagy úgy nem viselkedsz, hogy ez megfelelő legyen, hogy szeressenek, akkor vajon akkor önmagad vagy akkor vagy önmagad, amikor megdolgozod ezt a témát, és rájössz arra, hogy vajon én ebben a lakásban laknék, hogyha én választottam volna? Vajon én, vagy én választanék? Itt semmiképpen sem arra szeretnék menni, hogy mást hibáztassunk, és más a felelős, hanem pont arra, hogy soha nem, igazából nagyon sok helyzetben nem mások a felelősek, hanem mi vagyunk ugye a teremtés forrása, és mi vagyunk, akik választunk. Tehát, hogy vállaljuk a felelősséget, azért a tetteinkért, a választásainkért, az életünkért, a helyzetünkért, és mindezt tudjuk úgy csinálni, hogy közben ne rosszak legyünk. De tudjuk úgy csinálni, tudsz úgy szembenézni a mostani anyagi helyzeteddel, illetve hogy most mondjuk mennyi órát szabad, és mit döntöttél el az órabérről, és hol érzed azt, hogy ez már nem oké, és nem komfortos neked, de még csinálod, és tudjuk, és ezt tudatosítani tudod, anélkül, hogy elkezdenéd bántani magad, hogy egy szar vagyok, egy béna balfasz vagyok, hogyha ezt teremtettem, amiben most élek, és hogy az nem vezet semmire. Az ellenben vezet valamire, hogyha szembenézel ezzel, és megnézed azt, hogy oké, de ezek a dolgok most ide juttattak,
Szeretnék más választást hozni, és elkezdesz feltenni egy kérdést. Ha ezt választom, mit teremt? Mert voltak itt az régi, a legelső alapozó könyvem elejére felírtam, hogy tök jó. Ja, hát ez mondjuk már a pénzre vonatkozik, hogy mi kellene ahhoz, hogy több pénzem legyen, mint az egész családomnak, hogy mi kellene ahhoz, hogy 20-szor gazdagabb legyek, mint az összes ember együttvéve, akik körülvesznek. De ezek már így a pénzre vonatkozó kérdések, de hogy mindent, hogyha megfigyeled, hogy mik a kikövetkeztetései, mik a nézőpontjaid, és tök jó most az Access-ben, ugye létrejött ez a nagy ötösnek a tisztítása, ha nem tudod, hogy ez mi, akkor ez igazából ilyen például reaktív valóságok szükségessége, a mesterség és intelligencia, a világ és az emberiség megmentése, és ezekre létrejött egy ilyen nagyon összetett kis processz, egy tisztító processz, ami olyan, mintha kiszippantaná az összes ilyen betáplált automatizmust belőled, és felszabadulnál ezek alól a vállalások alól, ha tudatos, ha tudatlan, a működések alól, és egyszerűen rálátsz arra, hogy hogyan működne neked az élet, hogyha nem csinálnád ezeket, hogyha nem helyezkednél, ha nem akarnál megfelelni, nem akarnál másokért felelősséget is vállalni, másokat is megmenteni. Egy nagyon izgalmas dolog. A Palacskó Andrással beszélgettem, végigvettük ezt az 5 lépést, úgyhogy ezért ebben én most annyira nem is mennék bele, meg erről csak igazából a minősített facilitátorok beszélhetnek úgy hosszabban. Csak meg akartam említeni, hogy van egy ilyen, úgyhogy majd be fogom linkelni ide azt a videót, nézzétek meg azokat a videókat. Csináltam amúgy erre egy loopot, hogyha valaki szeretné, akkor azt szívesen átküldöm, arra majd arra fel lehet iratkozni. És ugye, hogyha nincsenek ezek a kikövetkeztetéseid arra, hogy neked mit szabad és mit nem, hogy most ki vagy te, hogyha nincsenek kikövetkeztetéseid a sikerről, az üzletről, a pénzről, ki mit érdemel, kinek mi jár, mennyit kell azért tenni, akkor vajon mi minden lehetőség jelenik meg az életedben. És amikor csináljuk a BARS kezelést, ugye a BARS-ban is van rögtön a második pont a pénzkontroll kreativitás, akkor ezek ahogy elektromos kisülések jönnek létre ugye az érintés által ezekben a pontokban, így ezek a nézőpontok olyan, mint hogyha kocsonya lenne, és a kocsonyát föl ne haragudjatok, ez azért történik, mert hogy mobil internet van nálam csak a lakásban, nagy mobil internet, és néha szerintem úgy érzi, hogy túl terhes egyszer ezt a programot futtatnia, de nem baj, mert addig kikerestem a 100 évvel ezelőtti alapozókönyvből magát a pénzes témát, és ami olyan, hogy ilyen kis kérdések, azokat lehet, hogy majd bedobom ide nektek. De hogy azt hiszem, hogy ott hagytam abba, hogy ugye tele van ilyenkor a fejünk mindenféle kikövetkeztetésekkel, és nincs tér arra, hogy valójában rálássunk arra, hogy hogy és mi működne nekünk. És amikor kapunk egy bárst, akkor ugye
ezek a nézőpontok így, mint a kocsonya, így elolvadnak, és ilyen levesessé válnak, és ott megjelenik egy tér, megjelenik egy más valóság, megjelenik egy más választás lehetősége, és átlátunk rajta is. És olyan, mintha belekerülnénk a szabad nekünk világába, mintha belekerülnénk abba, hogy szabad nekem ezt választani, szabad nekem ezt létezni, szabad nekem álmodozni és létrehozni dolgokat, és amit még megtanulunk, ugye a szóbeli processzek, illetve már a bársz alatt is kapunk rengeteg tisztítást, meg kapunk olyan kérdéseket, amikkel tudunk menni, mint például tényleg azt, hogy megtanulunk újra kérni. Egy csomóan vagyunk, és itt az én csoportomban is csináltunk erre ilyen játékot, kihívást, hogy írjuk le minden nap a kéréseinket, és hát be kell vallanom, hogy ezt a játékot, ezt a kérés-elismerés játékot, ezt én is nagyon sokáig halogattam. Mert valahogy, amikor így rágondolsz, akkor így lelkes vagy attól, hogy ezt el akarod érni, de amikor le kell írnom a kéréseimet, akkor olyan rossz érzés ült rám, hogy de hát illik-e, szabad-e, hogy vagy univerzumban, de hát vagy egy tiny house-t kérek, vagy pedig Amerikát kérem, vagy nem tudom, sminktetoválást kérek, vagy izit, és hogy tök érdekes látni ezt, hogy erre van kondicionálva amúgy az ember, hogy egy évben, ha felteszem nektek a kérdést, hogy idén mikor és hány helyre mentek nyaralni, akkor valószínűleg a legtöbbetek, és ezt most nem cikizésből mondom, azt fogja mondani, hogy hát már vagy előre kinézted, vagy lehet, hogy spontán ember vagy, de hogy valószínűleg vagy ide mész, vagy oda mész. Tehát ha elmegyünk, nem tudom, Franciaországba, akkor utána már csak max Balatonra mentek. Tehát, hogy kevesen fogjátok azt mondani, hogy hát elutazom idén Kanadába is, meg elutazok Balira is, meg elutazok ide is, meg oda is, és még mellette felújítjuk a házat, és még mellette veszek egy autót, még mellette elmegyek három ilyen, nem tudom, nagy access tanfolyamra, vagy bármi másra. Mert hogy valahogy így abba vagyunk tartva, hogy feltételekhez van kötve, tehát nem a te lényed az, aki fontos, és a te lényed teremtő, hanem feltételekhez van kötve az, hogy neked mennyi pénzed van, és milyen üzleted van, és milyen sikeres lehetsz, és a fejünkben órabérben gondolkodunk, de közben az értékünk az nem órabér, és valahogy a belső érzésünk is így ebben az ilyen kavalkádban csapódik jobbra-balra, hogy most úristen, ezt nem érzem méltónak, de most csak ez van, de hát a világ így működik, de akkor most mi van? És valamelyik részben már mondtam nektek egyszer azt, hogy nekem is voltak és vannak még mindig ilyen nézőpontjaim, én is állandóan monitorozom ezt, hogy mit gondolok a pénzről, hogy mit hozol akár otthonról, mit láttál otthonról, ugye mondtam ezt a mimikri kezelést, hogy mit másolunk le másoktól, mit másolunk le Magyarországtól, mit súlykolnak felénk, mi az, amit érzékelünk, és mi az, amire éberek vagyunk, és ezek eltelítik tényleg a fejünket és a világunkat, és már nagyon kevés hely marad arra, hogy meglássuk, hogy valójában nekünk mi működik igazából, és azt merjük választani, és itt jön be az, hogy merjük egyetlen kérni, merjünk kérdéseket feltenni, dönteni és választani. És hogyha kapunk kezeléseket, ha kapunk bárszt, akkor több tér lesz. És ugye az univerzum egy bőség univerzum, a természet nem igazán szereti az üres teret, és a körbenézetileg a természetben is bőség van, hogy nem éheznek úgymond a madarak, meg az állatok, mert mindenkinek jut. Mindenkinek van, és nem kell nekik se azon gondolkodni, hogy úristen, éhen fogok halni, hanem egyszerűen megy, vadászik, megy, megeszi a magot, és így megtalálja a természetben, tehát a természet, az anyaföld, az édesanyja gondoskodik úgymond a gyermekéről. És hogyha kiürítjük az elménket, az üzlettel, a pénzzel kapcsolatban, akkor
a természet feltöltheti pénzzel, illetve feltöltheti az önmagadként létezéssel. Ráláthatsz arra, hogy mi működik nekem, ha önmagamként létezek. És hogy én is észre szoktam venni azt, hogy nekem is vannak ilyen kikövetkeztetéseim, hogy Magyarországon nincs pénz, itt nem lehet megélni, itt mindenki panaszkodik, mindenki csóró, itt tudom én, de most csak ilyen izéket mondok, amik bennem is voltak, hogy 50 ezer forint egy coaching, akkor úristen, ott húzza a száját, alkudozik, hogy ilyenek, hogy alkudozó, szarrágó, húzza a száját, majd még megbeszélem a párommal, meg az ilyen felesleges izé, és amikor más vállalkozókkal beszélgettem, akkor láttam rá, hogy bazd meg, ők nem így gondolkodnak, ez az én nézőpontom, ami teremti az én valóságomat, és nem ugye a valóság teremti a nézőpontomat, de mi azt gondoljuk, hogy a valóság teremti a nézőpontunkat, és azért olyan az életünk, mert ez a lehetőségünk, és kész, nincs tovább. És közben, ha mi megváltoztatjuk ezt a nézőpontunkat a pénzről, hogy nem érdemeljük meg, hogy gyerekként, hogy csak bűnözéssel lehet elérni, ugye én is mondtam, nektek meséltem, hogy az én apukám bűnöző volt, börtönben volt többször is, amíg én gyerek voltam, meg egész fiatalkorom erről szólt, hogy kibe járkált a börtönbe, meg fizetni kellett, meg mit tudom én, kiraboltak minket, átvertek az ügyvédek, loptak, csaltak, hazudtak, szóval, hogy így, és akkor, de ez a pénz bűne? Nem a pénz bűne. Tehát, hogy hol döntöttél el bármit is a pénzről, és valójában a pénz egy tök ártatlan dolog, egy fizető eszköz, teljesen logikusan és paraszti észre, de mi eldöntünk róla mindenfélét, jár-e nekem, ellenállok neki, hogy nehogy jöjjön, de közben ellenállok a csóróskodásnak is, ellenállok annak, hogy sikerem legyen, de ellenállok annak is, hogy ne legyen sikerem, és így egy ilyen hatalmas ellenállás, hatalmas kontroll van bennünk az egész témával kapcsolatban, akármi lehet nálad is a pénznél, hogy ellenállsz annak, hogy én biztos nem leszek gazdag ilyen áron, és akkor már kizársz. Ugye a kapcsolati résznél beszéltük azt, hogy amint kizársz, nem tudom, mondjuk kizárod a kínai alacsony nőket, akkor kizárod azokat is, akiket ők ajándékoznának meg a te szolgáltatásoddal, vagy akiknek releváns lenne amúgy a te szolgáltatásod, mert fúj őt nem, neki csúnyán nézett rám, neki, és így nem marad ember, akinek tudsz bármit is akár eladni, vagy akitől tudsz bármit befogadni, mert így úgy vagyunk vele, hogy tőle nem, tőle ilyen áron nem, tőle biztos, hogy nem. És valamelyik résznél kérdezte tőlem az egyik lány, hogy hát az én szüleim, azok mindenki vékony, mindenki testnevelő tanár, én mégis egy idő után elhízott lettem, és megkérdeztem tőle, hogy jó, de hol akarod bizonyítani az elcseszettségedet azzal, hogy bebizonyítod a szüleidnek, hogy egy szar embert hoztak létre, akár vagy egy kudarc embert, aki nem tud olyan testnevelő lenni, vagy olyan vékony, hanem nagy darab lesz, és ezzel ellenállsz igazából annak, hogy a szüleidnek, akik testnevelők mondjuk, és még ráadásul magadat is rosszul akarod érezni, meg velük akarod azt éreztetni, hogy szégy, hogy vezekeljenek, hogy szégyent érezzenek akár. Tehát, hogy annyira összetettek vagyunk tényleg, de nem kell ezzel ennyire mélyen belemenni, egyszerűen csak vedd észre a mindennapi működésedet, hogyan fizetsz két számlát, mindenhol előveszed ugye én dolgozok most a McDonald's-ban is, mindenki előveszi ezeket a kuponokat, de az a tér és az a mögöttes energia az, ami fura. Előveszik a kuponokat, mert csóró vagyok, és most kettőt fizet, egyet kap ajánlat van, és veri az asztalt érte, érted? 1000 forintról, vagy 1200 forintos valamiről dumálunk. Szóval, hogy nézd meg azt a mögöttes energiát, ezt a szükség energiát, ezt a hiányban, csak hiányban, energiát, és menj ki az erdőbe, és nézd meg, hogy bőség van, menj ki egy virágüzlethez, menj el tehát tényleg menj ki a természetbe, és nézd meg, hogy mennyire tele van gazdagsággal, madárcsicsergés, az erdő, tényleg a természet. És hogy ha észreveszed magadnak ezt a mögöttes szándékot, hogy mi az a szándék, ami bennem van, és nem baj, hogyha így érzel, hogy szükség van, és az sem baj, ha kupont használsz, meg semmi, nem ez a lényeg, hanem hogy vedd észre, és változtass rajta.
Vedd észre, és légy türelmes magadhoz. Az, hogy türelmes vagyok magamhoz, ez nem azt jelenti, hogy holnap elvágom a kupont, és soha többet nem használom, ezt is jelentheti, ha te ez a típus vagy, de azt is jelentheti, hogy tudatosan használom most már, és megfigyelem azt, hogy mi az energia, ami mögötte van, hogy nekem jár, nekem kell, mert nincs, ezért add ide, minden kell az utolsó fityingig, vagy pedig abból az energiával, hogy oké, hát ha ez most így van, akkor így van, és kész, és oké, akkor mik a lehetőségek, és hogy átforgatod rögtön magadban a mögöttes energiát, a szándékot teljesen mássá. Mert más a kettő, ha megfigyelitek. Szóval, hogy nézzétek meg, hogy mi az értéke annak, hogy fenntartod a történetedet, az üzlettel, a pénzzel, hány éves vagy akkor tényleg, hány éves vagy akkor, amikor elvették tőled azt, illetve valaki mondott valami olyat, ami által azt gondolod, hogy elvették a jövődet, és nem lehetséges ez, amitről te álmodozol. Én mindenkinek híreztem, hogy én 3 éves koromban megszólaltam, hogy mi ez az ország, én nem, nekem nem ez a hazám, amúgy, és most nem, tehát, na, hallgassátok végig, és hogy bazd meg, én Amerikában akarok Oscar-díjas színész lenni, hello. És évekig úgy néztem az Oscar-díj átadást, hogy éreztem, hogy nekem ott van a helyem, és hogy így nem értettem, hogy mi történik. Szóval én évekig Oscar-díjas színész akartam lenni, és persze mindenki lebeszélt, hogy jaj, de a szereposztó díványra kell feküdni, jaj, ahhoz már ott kéne élni, ez meg az meg amaz. Én a mai napig nem adtam fel ezt, mert igazából egy szerepet kell eljátszanod, ami Oscar-díjas, szóval, hogy ami Oscart nyer, szóval, hogy kinek, ki, hogy, és kinek mi működik. Nekem ez nem lehetetlen, nekem nincs a fejemben az, hogy hát ez nehéz lenne, vagy lehetetlen. Más típusú blokkok vannak a fejemben, de azzal meg megyek és dolgozok. De hogy mi az, ami neked, csak neked lehetséges, és lehet, hogy másoknak lehetetlen, vagy másoknak hülyeség, de csak neked lehetséges, és ott van a tér. Van egy barátnőm, ő még amikor nagyon 100 évvel ezelőtt volt valami fekete pákó volt valami műsorban, a lényeg az, hogy feketeként egy fehér septapaszt raktak rá, és akkor ebbe a barátnőmbe megjelent egy kurva jó biznisz, hogy miért nincsen a színes bőrűeknek és színes bőrű septapaszt. Mindenki kiröhögte, ezért nem csinálta meg. Helyette megcsinálta valaki más, aki szarrá keresti magát. Szarrá kereste magát ezzel. Én is kitaláltam, valamiért megjelent bennem már 2017-ben ezt, hogy csináljunk Skype online személyjegyzést. Mondjuk én ezt el is kezdtem, nem futtattam fel olyan nagyra, mert egy csomó ember lebeszélt arról, hogy ez hülyeség, senki nem akar otthon edzeni online. Majd jött a 2020-as Covid, és mindenki online edzett otthon. Szóval, ha én ezt valóban beleálltam volna, és nem tudták volna eltéríteni arról a hitemet és a figyelmet, akkor mire 2020 jön, nekem bejáratott online edzésem van. Értitek? Szóval, hogy van tere annak, amire vágysz, és nincsen lehetetlen, csak akkor, ha te eldöntötted, hogy ez neked az, de még akkor is megváltoztathatod, mert ez csak egy döntés és egy választás. És nézz rá arra, hogy mi az, ami nem engedi, hogy vágyjál, ami nem engedi, hogy teremtsd ezt a jövőt, amire vágysz, ami kigáncsol téged, ami folyamatosan, mintha magad elé tennéd az akadályokat, és te magad tényleg lennél a saját ellenséged. Nézd meg, hogy mi az, amiért bántod magad, ki az, aki bántott téged, és most te miért bántalmazod saját magadat, miért nem engeded meg magadnak a beteljesülést, mitől félsz, nagyon sok ember fél a sikertől amúgy, attól a sikertől, amitől eldöntött, hogy a siker, mi neked a siker, hogyha nem láttál soha, ha nem láttál volna előtte se Facebookot, semmi infó nem lenne a pénzről, se a sikeres üzletről, se a jó közösségről, vagy arról, hogy a követőszámokról, meg semmiről, akkor ha ez lenne az első napod itt a Földön, akkor mit jelentene neked a siker, akkor mit jelentene neked gazdagnak lenni, vagy pénzesnek lenni, akkor mit jelentene neked a jó üzlet.
És a bársz arra is nagyon-nagyon jó, hogy ha te egy sikeres üzletet vezet, és alkalmazottaid vannak, akkor ugye a bársz által, ha te megszünteted magadban a stresszt, amit akár a felelősség, akár az, hogy tudod, hogy mit tudom én, 20 éhes száj lesz az, akit neked kell etetni, akinek szintén van a családja, és azt is úgymond te tőled függ. Ez hatalmas teher tud lenni az elmédnek és a lelki világodnak. Ha kapsz egy bárst, akkor sokkal kiegyensúlyozottabban tudod kezelni ezt a rengeteg felelősséget és terhet. Nem egy bárst, hanem mondjuk kapsz bárst folyamatosan. Mert a tested is, és az idegrendszered sokkal jobban fogja ezt az egészet kezelni, viselni. Ugye nem lesz annyi agybarogadás, agyalás, nem lesz annyi kikövetkeztetés, amit már beszéltünk itt a fejedben, hanem egyszerűen lesz tér, nyugalom, és a térben meg tudnak jelenni új megoldások, új lehetőségek, nem fogsz ordibálni akár a, vagy a, se a te, nem fogsz, nem fogod hazavinni úgymond a terheket és a családodon kiállni, nem fogod a munkahelyeden kiállni és leoltani, meg gázlámbozni akár a neked dolgozókat. Ő maguk is megváltoznak, akkor is, ha te nem, ha ők nem kapnak bárt, de az ő energiájuk is megváltozik a te jelenlétettől. Attól, hogy a te jelenléted energiája megváltozik, az egész munkakörnek a energiája megváltozik, és az egész az ott dolgozóknak a hozzáállása is megváltozik. És lehet, hogy észre fogod venni, hogy azok, akik nem kompatibilisek, kiesnek, jönnek helyette olyanok, akikkel nagyon könnyed az együttműködés, nagyon akár önállóan is megcsinálják azt, amit te gondoltál, hogy tök jó lenne, valaki megcsinálna, és egy ilyen tök áramló bizniszt tudsz akár építeni. Úgyhogy nem aláfölé rendeltségben, hanem úgymond egy egységközösségben és együttműködésben. És plusz még ugye a bárst, azt be tudod vinni a vállalkozásodba is, mert hogy lehet belőle rövidítettet csinálni, amikor csak mint ilyen 20 perces, és akkor kialakíthatsz akár egy olyan szobát vagy lehetőséget, ahol az emberek tudnak egy kis bársz, nem tudom, juice-ra menni, vagy egy ilyen rövidítettet kapni, amikor olyan helyzetben vannak, vagy döntés kell, vagy nagyon fáradtak, vagy túlterheltek, vagy valami, és ezzel egy nagyon extrém és jó szolgáltatást nyújtasz amúgy a saját embereidnek. Ha meg ebből akarsz úgymond pénzt csinálni, mert elvégeztél bársz tanfolyamokat, és akár facilitátor vagy, vagy csak elvégeztél egy bársz tanfolyamot, akkor utána már ugye kezelővé válsz, tehát pénzért árulhatod ezeket a kezeléseket, és ahogyan indultam, hogy valóban a bárszt én nekem, és ez az én nézőpontom, a mai napig nagyon furcsa megfogalmazni, már sokkal könnyebb, mint előtte, de hogy úgy sokkal több annál, mint hogy egy lágy fejkezelés, ami a lágy stresszoldó fejkezelés, ennél valahogy egy sokkal másabb energia, és amikor kezdő üzletet építesz bárszal például, akkor érdemes megnézned azt, hogy mi az az érzés, amit benned okoz ez az egész bársz, mi az az életérzés, mi az, ami a legnagyobb változást hozta neked az életedbe, az, hogy elkezdtél bárstozni, és nem baj, ha nem éreztek semmit. Én szoktam érezni, de én is voltam már olyan bárstozásban, hogy nem éreztem semmit. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem hat rád, te olyan nyomorék vagy, hogy rajtad már ez se segít. Ez nem ezt jelenti, hanem itt is csak eldöntöttük azt, hogy az érzés számít. Hogy nem maga a hatása, nem hisszük el a hatását, csak ha látjuk, csak ha érezzük. És én amondó vagyok, hogy nem kell neked senki előtt megvédened a bárst, nem kell neked túlmagyarázni. Ha valakit az energiája, az energiád nem szólít meg, nem lesz kíváncsi tőle, akkor ezt nyugodtan engedjétek el. Előbb-utóbb úgy is megjelenik, vagy jön, hogyha ő neki ez tényleg az útja, neki ez az útja, úgymond, de nem kell senkire rásózni valamit, ami nem működik neki akkor, hogy ő nem választja, mert ha valakinek nagyon magyarázzuk, akkor ugye ellen fog állni. Szóval, hogy mi csak legyél az a befogadó tér, akitől vásárolhatnak, aki elmondja, hogy mit tartalmaz a svéd asztala, elmagyarázza, hogy neki milyen hatása van, volt,
hogy akár az, aki már volt nála, milyen hatása van volt, mit érzékelt, és hagyott, hogy a másik ember döntsön. Valószínűleg, ha az MLM-et így csinálnák, akkor sokkal jobban működne Magyarországon is. Hoztam egy pár ilyen cukiságot, hogy ja igen, a nézőpontot teremti a valóságodat, és nem a valóság teremti a nézőpontodat, de erről már beszéltünk, hogy ilyen mit utálsz a pénzzel kapcsolatban, vagy akár az üzlettel kapcsolatban, és az üzletről még mielőtt ebből tovább viszem, annyit szeretnék mondani, hogy én nem vagyok entitás facilitátor, meg semmi úgymond úgy közöm nincsen az entitásos kurzusokhoz, de viszont van egy ilyen tematika, és csináltam én is a Valkusz Lilivel is, meg a Vonakittivel is beszélgetést az entitásokról, hogy maga az üzleted is egy entitás, és hogyha elkezdesz vele beszélgetni, hogy figyelj, ez így nem megy, mi az akkor, ami megy? Nekem hogy működik a pénzteremtés, nekem hogy működik ez az üzlet, és univerzum mutasd, univerzum vagy entitások, hogy kérem, hogy kapcsolódjanak az entitások, azok az entitások, akik ebben hozzájárulások tudnak lenni, hozzám is az üzletemhez, és legyenek hangosak. Megkérem az üzletemet, mint legal entity-t, hogy mutassa meg, hogy mi működik nekem, hogy működne ez a, akár online program, vagy ez az egész projekt, hogy tudna megszületni, mi kellene hozzá, mik a végtelen lehetőségek, kivel kéne ma beszélni, ki lenne hozzáérülés, hogy bukkanjanak fel ezek, és legyenek hangosak, illetve az elismerés, ez nagyon fontos, hogy elismered magadnak azt, hogy már ma is megváltoztál, és teszel valamit. És nagyon, ami még szerintem így tök jó, hogyha, most nagyon gyorsan akartam hirtelen mondani, üzlet, entitás, blá-blá. Ja, igen, hogy mondjuk vannak ezek, csinálsz mondjuk egy posztot, csinálsz mondjuk egy blogbejegyzést, csinálsz egy videót, egy TikTokot, egy bármit, és megbízod ezeket a posztokat, hogy teremtsenek neked, hogy jussanak el a megfelelő emberekig, és úgymond így húzod rajtuk keresztül az energiát. Ez is egy tök jó kis lépés szerintem. Na, szóval mit utálsz a pénzzel, a üzlettel, a jövőddel kapcsolatban? Mit utálsz abban, hogy nincs pénzed? Mit utálsz abban, hogy van pénzed? Mi az értéke annak, hogy fenntartod a sztoridat, vagy a nézőpontodat? Mit szeretsz a pénzben? Mit szeretsz abban, hogy nincsen pénzed? Hányatoknak vannak nézőpontjai a pénztől, ami pénzről, ami visszatart benneteket attól, hogy valóban legyen pénzetek? És hogy ugye van ez a... hogyan állj pénzé, az kurva jó amúgy, úristen, annyira más nézőpontokat ad, hogy azt a mindenit, meg van egy másik, ami nagyon-nagyon király, és nagyon rövid kiskönyvben, nem a pénz a probléma, hanem te. És az ugye arról szól, hogy, és ez is egy tök jó kérdés, amit amúgy feltehettek magatoknak minden nap, hogy hogyan tudnék többet befogadni magamból, és az értékességemből. Mert az, hogy imposztor szindrómádban, vagy ugye ezt lebuktató eljáratot csinálod magaddal akár, az, hogy nem mered kitenni, nem mersz kérdezni, nem mered kérni, nem mersz beszélni róla, ez mind megakadályozza az áramlást, és ez mind attól függ, hogy te mit gondolsz a saját értékességedről, hogy értékesnek gondolod-e magad, vagy hova pozícionálod magad, mit gondolsz arról, hogy hol tartasz, és hogy ezek mind-mind ítéletek, és ugye a bárban megtanuljuk azt, hogy ne ítélkezzünk ugye magunk felett, és ebben is nagyon-nagyon sokat segítenek ezek a kezelések, hogy egyszerűen elolvadnak az ítéletek, elolvadnak a falak, elolvadnak az ellenállások, és egy térként tudsz tényleg létezni. Tudom, hogy ezt sokszor mondtam már, de hogy na, ugye nem kell okosnak lenni ahhoz, hogy pénzt tudjál csinálni, csak arra kell hajlandónak lenni, hogy birtokold és kérd, és legyen maga a pénz tere. És ez nem a bank egyiket jelenti, hanem tényleg az egy tér, ami hajlandó vagy létezni. Mesélek igazából arról, hogy hol döntöttük el azt, hogy
A és B egyenlő C, tehát hogy mit tudom én, ha 1500 forintos az óra bérem, akkor egy hónapban dolgozok 120 órát, akkor csak ennyi pénzem lehet, és ezzel, hogy ezt gondolom, bedobozoltam magam, és kizárok minden más lehetőséget, ami létezik, ami jöhetne. És egy dolgot még engedjetek meg nekem, ide a pénzhez és az üzlethez, ami szerintem nagyon fontos, és azon túl, hogy kaptok bárst, hogy átnéztek a nézőpontjaitokra, elkezdtek kérdezni és kérni, azon túl szerintem nagyon-nagyon fontos, és erről úgy érzem, hogy keveset beszélnek, hogy kurva fontos az, hogy tanulj a pénzről, tanulj a befektetésekről, olvassál, mert így vagy úgy megfizeted az árát annak, hogyha nem tanulsz erről. Ha nem tanulsz erről, akkor valaki másra vagy ráutalva, aki megmondja, hogy fú, most olyan jó áron van a, nem tudom, Ethereum, hogy úristen, vegyél azonnal 10 millió forintért, és az holnap utára 60 milliót fog érni, és te mit csinálsz? Nem kérdezed az éberséged, nincsenek információid, hallgatsz erre az emberre, és veszel, és amikor kiderül, hogy az Ethereum bukik, és neked 1 milliód maradt a 60 helyet, illetve a befektetett 10-ből, akkor meg ott állsz, hogy kurva ideges vagy, megszégyenült vagy, hülyének érzed magad, és hibáztatod a másik embert, aki azt mondja, hogy hát én csak ezt mondtam, én nem mondom, hogy fektess be, hát én csak tippeltem. És ez a tipp 9 milliódba került. Én is nagyon sok lóvét buktam, így, hogy befektetgettem olyan dolgokba, amiről nem néztem után, csak elhittem a másik embernek jó hiszeműen, és ez nem azt jelenti, hogy senkinek ne higgyél, de azt jelenti, de egy minimális minimum tudással jó, ha rendelkezel. Ott van a Voice, ott vannak a könyvek, Gazdag papa, Szegény papa, Cashflow. Én most a Peter Jones-tól tanultam nagyon sok mindent, mert voltam egy Airbnb-s kurzuson, neki is vannak ilyen befektetési könyvei, tehát, hogy tanuljatok és olvassatok, és ez tényleg potpok-povadok, meg érdekes nézőpont, de hogy valahol az ember megfizeti annak az árát, hogyha nem tanul erről, vagy úgy, hogy rá vagy szorulva másnak a tanácsára, és nincs igaz tudásod neked arról, és az éberségettől is el vagy ráadásul esetlegesen vágva, vagy pedig úgy, hogy az emberek ugye azt gondolják, hogy akkor lesznek gazdagok, ha örökölnek, akkor lesznek gazdagok, ha eladják valamiüket, akkor lesznek gazdagok, ha keresnek egy gazdag csávot, vagy egy gazdag sugármamit, és ott is megfizeted az árát, mert lehet, hogy van egy nagybácsi, aki mindig küld neked pénzt, de cserébe szarrá gázlángoz téged, és lehord a francba, és ezt neked tűrnöd kell a pénzért, és gyűlölni fogod a pénzt. Van a sugármami, de hát, na, tehát ezt el tudjátok képzelni, hogy ott mivel fizetsz. De ha ugyanez akár fordítva is, azt tudnak az életeddel, az óráiddal, a fiatalságoddal, a testeddel fizetsz. Tehát, hogy megfizeted igazából annak az árát, hogy utána kapsz tőle lóvét. És ezeket nem azért mondom el, hogy kizárjátok ezeket a lehetőségeket, mert légy hajlandó arra, hogy OnlyFans-ezzél, és nem tudom, arra fogadjál be pénzt, hogy szép vagy. Légy hajlandó arra, hogy próbáld ki azt, ami neked működik. Én szerintem nekem is működne az, hogy amúgy egy ilyen domina oldalra felregisztrálom magam, vagy a lábomat felregisztrálom az OnlyFans-re, tehát hogy a lábfejemet, ezek nekem is működnek, de nem feltétlenül választom. Pont, bocsássatok, hogy ezt hadd keressem már meg, mert kurva, nagyon tetszett. Az Oravec Nórit imádom. És valamelyik nap, szerintem tegnap kitett egy tök jót, zseniális. Jó, igen, itt van, megvan. Hogy amikor így másoknak mondogatjuk, mindegy, nála egy másik példára volt ez, de hogy csak a humor miatt, hogy a jó lenne, pedig jó, ő nem akar ugye gyereket, és akkor odaírták neki, hogy pedig olyan jó lennél anyának, mondatokra pedig szerintem mindenki emlékszik, hogy mit válaszoltam. Az asztrológiai képletem szerint kurvának is nagyszerű lennék, és virágzó karriert építhetnék, de mégsem vagyok bent az OnlyFans-en. Imádom. De hogy érted? Tehát, hogy légy hajlandó arra, hogy akár, mit tudom, ilyen sugármami, sugárdedi legyél, légy hajlandó arra, hogy
hogy segnyaló legyél, de nem feltétlenül kell választanod. De azzal, hogy hajlandó lennél akár arra is, azzal nyitva hagyod a teret az áramlásnak, és megint nem azt csinálod, mint amit a kapcsolatosnál mondtam, és már ma is emlegettem, hogy fúj tőle, nem, fúj onnan, biztos, hogy nem, fúj az undorító, az igénytelen, az nem tudom, erkölcstelen, az nem tudom én mi, hanem nézd meg, hogy amúgy neked is erkölcstelen-e, mert annyi embernek nem ugyanaz az erkölcse, annyi embernek tök sok minden, sokkal több dolog belefér, és ezzel nincsen semmi baj, hanem csak figyeld meg azt, hogy hol állsz ellent annak, hogy akár egy sugar daddy-től fogadj be, vagy a nem tudom, szüleittől, vagy a valami, és csak a befogadással, tehát hogy azt tágítsd, hogy hajlandó vagyok rá, és mindent, ami nem engedi, azt üdvözlöm. Mert nem kell ettől függetlenül elfogadnod és választanod. Oké? Na. Tehát tanuljatok a pénzről, képezzétek magatokat, olvassatok, akkor nem lesztek soha kiszolgáltatottak, akkor jobban fogjátok érteni az üzletet, azt, hogy hogyan működnek a dolgok, hogy hogyan épül fel. És tényleg nagyon, tehát nagyon-nagyon jó könyvek vannak, és most már minden annyira elérhető, az a Voice is, én nem vagyok reklámarca, de 6000 forintért a világ könyvét olvashatod, illetve nem is kell elolvasnod, mert felolvassa valaki neked, szóval ADHD-sok előnyben, de hogy nagyon más gondolatokat fog nektek adni az, hogyha más életérzést, az, hogyha nem kiszolgáltatva lézengsz ebben a világban, hanem képben vagy, és persze ez az is hozzátartozik, hogy soha többet nem kenheted senki másra a felelősséget, mert a te döntésed lesz a te döntésed. De hát ez a felnőtt lét. Na, valószínűleg tök más hoztam ki ebben, mint amit előbb elgondoltam, hogy már kihozok belőle, de tényleg mi ez a jövő, ami létezni akar általad, mi ez a jövő, amit te létre tudsz hozni, ha nem hiszel másoknak tényleg, hogy mit szabad, és mit nem, és mit lehet, és mitre vagy képes, és Magyarországról mit lehet, és mit nem. Minden lehetséges tényleg, hajlandónak kell, mint idézőjelben a kell, mert tudom, olyannak ellenáll mindenki, hajlandónak kell lenni, ránézni, hogy mire nem vagy hajlandó, illetve hogy miről mit döntöttél el, és az egyáltalán kinek a gondolata is hova tartozik, szépen visszaáramoltatni nekik, és csapatni. És nem baj, hogyha jönnek azok az emberek, akik azt mondják, hogy fú, te mennyi nyomulós vagy, nagyon de a te posztjaiddal találkozok szembe. Kérdezni, kérni szabad. Én nagyon nyomulós vagyok, azt mondják, amiért egy csomószor nem nyomultam, pedig amúgy nekem ez egy jó képességem, hogy jól nyomulok, mert ilyen tök kíváncsi térből bárkit, bármiről megmerek kérdezni. És a kérdéseim által jutottam el egy csomó helyre és csomó dologra, dologhoz. Mert csak ráírtam, hogy megkérdezem a biotech-et, hogy mi kellene ahhoz, hogy szponzoráljatok? Én ez és ez vagyok, ezt és ezt és ezt tudom, ezt és ezt és ezt csinálom, és kapsz. Kérsz és kapsz. De a legrosszabb, amit kapsz, az az, hogy nem válaszolnak vissza, vagy azt írják, hogy bocs, nem. Látjátok ezt az órát? Rágondoltam, hogy milyen klassz lenne a futásaimhoz és a felkészülésemhez egy faszagármin óra. Nem erre gondoltam, hanem egy sokkal alacsonyabb színvonalúra. És jött egy éberség, követtem, feltettem egy kérdést, és kaptam egy lehetőséget, amit befogadtam és elfogadtam, és tök hálás vagyok érte, és imádom. És sosem volt ilyen okos órám, ami tudja a pulzusomat, megmondja, hogy most 30 órán át meg sem merjek mozdulni, pihenjek, megmondja, hogy hány, mennyit, tehát mindent össze lehet kötni jazióval, azzal, hogy mit ettem, tehát mindennel. És tényleg szépen benne van programozva az, hogy belerakja az edzőm a futásomat, és ez itt rezeg meg, csipog a kezemen, hogy most gyorsabban, lassabban, most repülés van, most mit én 25 perc felmérés, nekem nem kell nyomkodnom semmit, ez magától csinálja. Szóval, hogy mi az, ami lehetséges neked, és mi az, amit csak neked lehetséges, és azért nem álltál még bele,
mert nem látsz példát rá a világban, de azért nem látsz rá példát, mert te hozhatod létre. Úgyhogy én ezekkel engednélek titeket szabadon, ma gyerekek. Remélem, hogy sok mindent át tudtam adni, és visztek magatokkal. Ezeket azért vágom ennyire én is, mert nyilván én itt benne vagyok, és én is találkozok ezekkel a szitukkal, és csinálom. Ma egész nap cserélni fogunk, úgyhogy ma lesz mit minden, facelift, bars, vaj, tök jó. Ma ez egy ilyen jó csere nap a Zsoltival, úgyhogy majd nem sokára jön, és kezdődik a fogdoskodás. És nagyon megköszönöm, ha leírjátok, hogy miket visztek magatokkal. Ugye? Hát mi, itt tényleg az az igazság, hogy én azt veszem észre, hogy a teremtésnek az a kulcsa, hogy könnyedén, és nem véletlenül van a... Nem véletlenül ez a mantrája, hiába hangzik ilyen, hogy az életben könnyedén örömme anyádat. Nem véletlenül, tehát tényleg tudom én is, amikor először kimondták ezt a mantrát, így kiégtem, teljesen szórakoztok velem. Most ne vicceljetek már. De hogy az életben minden könnyedén, örömmel és ragyogva, ez a bőségesen áramlik felém. És így, amikor mondogatod ezt, akkor az elején így ellenállsz, az elején azt gondolod, hogy ezek hülyék teljesen, meg hogy a lófaszt könnyedén, meg kell keményen izzadni kell, dolgozni kell, és úgyis megdög lesz, és úgy sem jön össze a vágyad, és esélytelen. És ahogy folyamatosan mondod, ahogy folyamatosan kapsz bárs, ahogy folyamatosan ebben a vibe-ban vagy, egyszerűen azt viszed észre, hogy így, jé, már ez a könnyedén, ez már nem annyira nehéz kimondani, már nem annyira távoli az, hogy nekem is szabad, hogy könnyed legyen valami. És hogy én azt veszem észre, hogy akkor teremtek, tényleg így, a teremtés az alapforrásunk, tehát mi magunk, azért van ez, hogy te vagy a forrás, mert hogy te vagy a forrás. Ez azt jelenti, hogy kérsz, és amúgy az azonnal ott van, és megadatik, azért nem adatik meg, és nem látod, mert az elmédnek szüksége van a bizonyítékokra. Megdolgoztam érte, valaki jóvá hagyta, bebizonyítottam, hogy ez jár nekem, és látom a szememmel, érzem a testemen, hogy megdolgoztam akár érte, stb. Kikövetkezteted, miközben valójában ez tényleg annyi, hogy beteszed az AliExpressen a kosárba, rányomsz, és érkezik, és neked nem kell könyörögni érte, 6-szor imádkozni, 86 leborulást csinálni, meg mit tudom én mi, hanem oké, szeretnék idén elutazni Hawaii-ra, mi kellene ehhez? És már jön fel benned a sok nézőpont, az elme. És ha ezeket fülön csíped, és oké, de mi más lehetséges ezen kívül, amit el tudtam képzelni? Oké, de mi más lehetséges ezen kívül, amit ki tudok következtetni? Minden nagy, és így elkezded takarítani magadat, elkezded, és csak kéred, de hagyod. Tehát elengeded. És bízol az univerzumban, bízol abban, hogy ez létrejön. Nem te kontrollálod, létrejön. Idén? Lehet, hogy nem idén, de létrejön. Miért nem idén? Mert szarul kértem? Nem kértél szarul. Nem volt ott a tér, vagy nem volt, még a befogadásod nem tartott ott, vagy mit tudom én, de hogy nem vagyunk szarok, ez a lényeg. Pont a Szántó Brigitta, ő egy ilyen asztrológiáról írt, nála olvastam ezt, hogy nem mindig akkor jön el az igazi, amikor te már kidolgoztad a beledet, érte meg az igazi, meg ilyesmi, hanem amikor ott van, amikor tényleg megértél rá arra a dologra. Úgyhogy ezt akartam mondani, és amúgy, ha már itt vagyunk, hétfőn indul az Univerzum Mutasd, ilyen kvantumenergia programom, valamiért azt éreztem, hogy itt a tér erre, hogy egy ilyen program legyen, ahol tágítjuk együtt ezt, ahol kitakarítjuk együtt ezeket a nézőpontokat. Ezek dumálok is közben, de ezek ugye kvantumenergiás ilyen 7 napok szoktak lenni, illetve 7, hát volt már 21 napos mágikus reggelek is, úgyhogy várlak titeket szeretettel arra is, meg személyesen is szoktam ilyet csinálni, hogy és akkor tapizom a testeteket, most ezt nem, hogy félreértsétek, de hogy ugye ez a test és a test körüli, amik a kiültetések a test körül, azokat is szedi le és takarítja, meg ugye teljesen más téridő dimenzió
ba is belenyúlkálunk, és nagyon-nagyon szépek ezek a kezelések, és nagyon szeretem, mert annyira ez az egységközösség érzés van, és annyira, nem tudom, több, mint amit szavakkal el lehet mondani, vagy több, mint amit a szemnek bizonyítani lehet. És hát ugye jövő hét szombaton lesz a bárstan folyamom, úgyhogy ugye, úristen, jövő hét szombaton már 20-a van, ugye, úgyhogy várlak titeket szeretettel, azt is, aki már volt, azt is, aki hozná a gyerkőcét, meg azt is, aki még soha nem volt, és puszi nektek, gyönyörű napot, szeretet, ja, majd a loopokat beteszem, mert ugye a lebuktató járat loopot is csináltam, meg kihez tartozik ez, visszaküldöm loopot is, amire az ilyen loopoknál figyeljetek oda, hogy jól írjátok az e-mail címeteket, mert arra nincs kapacitásom, hogy átírogassam, ha valaki nem jó helyre lakta a kukacot, vagy nem tett pontot oda, ahova kellett volna, illetve hogy ezeket én küldöm ki manuálisan, tehát mindig megvárom, hogy összegyűjjön, nem tudom, 10 ember, vagy valami 20, és akkor úgy küldöm ki, tehát nem automatikusan megy ki neked rögtön. Úgyhogy türelem, de küldöm. Puszi nektek, szép napot nagyon, és tényleg csináljátok. Csináljuk mindannyian én is. Sziasztok!